A kiskörösi Kunhegyesi Ferenc, Babucsik Nézzájkfalvi Anna és dr. Filus Erika után idén november 22-én Suba Róbert paralimpikon vehette át a Vármegyei Prima díjat sportkategóriában a kecskeméti Four Points Bar Sheraton Hotelben megtartott gálaesten. Robi 19 évesen egy súlyos ejtőernyős baleset következtében deréktől lefelé lebénult, de ez sem tántorította el attól, hogy profi szinten üzze a kajakkenuzást. A VOSZ Bács-Kiskun vármegyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a Prima díj adományozását, amellyel a megye kulturális, tudományos és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el. A díj várományosait a VOSZ elnöksége választja ki 10 különböző kategóriában. Közülük 3-an kapnak Prima díjat, szintén a területi VOSZ elnökségének döntése alapján, valamint egy jelölt közönségszavazás útján nyerte el a Prima közönség díjat. A 19. Bács-Kiskun vármegyei Prima gálára, melyen átadták a díjakat, a kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben került sor, ahol Pásztor Anna és testvére, Pásztor Sámuel nyitotta meg a rendezvényt, majd Veninger Richárd, a VOSZ Bács-Kiskun vármegyei szervezetének elnöke méltatta az est ünnepeltjeit, vagyis a Prima jelölteket. A nyitó beszédek után egyesével hívták fel a 10 jelöltet a színpadra, akik közül ezúttal a magyar irodalom kategóriában jeleskedő kunszentmiklósi Tóth Péter Lóránt versvándor, a képző és iparművészet kategóriában jelölt Úri Gábor kecskeméti képzőművész, a sport kategóriában pedig Suba Róbert kiskörösi paralimpiai kajakozó vette át a díjat. Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy megkaphattam ezt a díjat, és nagyon sok erőt ad. Az, hogy a későbbiekben is szeretném folytatni ezt a sportot. Ugye említettem a videóban, hogy szeretnék kijutni a Los Angeles-i paralimpiára, és ha kijutottam, akkor döntőbe szeretnék kerülni és dobogóra kerülni, és ez nekem egy nagyon pozitív visszacsatolás, hogy elismerik a munkámat. A közönségdíjat a Félegyházi Táncszínház, a Prima külön díjat dr. Berta Balázs, a kecskeméti invazív kardiológiai osztályvezető főorvosa kapta. A 500 000 forintot érő bronzból készült szobor mellé idén először 1 000 000 helyett 2 millió forintnyi pénzösszeget vehettek át a díjazottak. Robiért sokan és sokat izgultunk idén. Először akkor, amikor nyár végén a 2024-es Párizsi Paralimpián kajak és kenu versenyszámokban a középfutamba jutott, majd sikeresen beevezte magát a döntőbe, ahol a KL1 200 méteres kategóriában a negyedik helyezést érte el, a VL2 200 méteres kenus kategóriában az ötödik helyet sikerült megszereznie. Az elmúlt hetekben pedig azért drukkoltunk és azért szavaztunk, hogy megkapja a vármegyei Prima díjak egyikét, és sikerült, megkapta. Gratulálunk neki!